Az első helyezéséért járó díját veszi át Pető Dominik, aki a 35. Csapó Dániel emlékversenyen ért el kimagasló eredményt a hagyományok értékek megőrzése témakörben. A Dába közt mutattam be, utána a települést, ahol lakok, Szanyt, aztán a táncokat. Pető Dominik elmondta azt is, a jövőben szeretné továbbadni a hagyományokat a fiatalabb generációknak. Cibolya Máté az élelmiszeripari technológiák bemutatása témakörben szerezte meg az első helyet. A versenyző a birsalmáról tartott előadást. Birsalmi kincs témát. A birset dolgoztam fel, és annak hatásait szervezetünkre. Bemutattam úgy a birsalma, milyen jótékony hatásai vannak, de mondjuk milyen hátrányai is lehetnek ezek mellett. Bemutattam, hogyan készítettem el a birsalma sajtomat, illetve hogy milyen variációkat lehet még készíteni a birsalmából. Főztem már tavaly is, meg tavaly előtt is, és mivel otthon megtalálható a kertünkben, így gondoltam ezt a témát választom. A Csapó Dániel emlékverseny 35 év alatt országos szintűvé nőtte ki magát, idén a három témakörben összesen 15 diák méretette meg magát, mondja Fülöp Mónika igazgató. Három szekcióban várjuk az ország egész tájáról, minden mezőgazdasági iskolájából a dolgozatokat, az alternatív mezőgazdaság, élelmiszeripar és a hagyományok és a vidék fejlesztésének lehetőségei témakörben. Tanulók megírják a dolgozatokat, külső bírálók értékelik ezeket, és itt a külső bírálatok után készítenek ők egy PPT-t ebből, és itt bemutatják. Minden évben márciusban hirdetjük ezt a versenyt, az idén a pandémia miatt el kellett halasztanunk őszre, tehát tavaszra 28 dolgozat érkezett be, ebből most 17-en vállalták össze a megmérettetést, és 15-en tudták bemutatni az előadásaikat. De a zsűri tagjait a három szekcióban mindig úgy igyekszünk felkérni, hogy országos intézményekből, illetve helyi intézmények képviselői is részt vehessenek benne. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárminisztérium képviselői voltak a bizottsági tagok.